Szeretettel köszöntöm a katolikus ma olvasóit, hallgatóit a házasságról szóló kis eszmélődésünk alkalmából. A mai témánk lenne az élet szentsége, az élet méltósága. Visszacságyunk bennem egy nemzetközi konferenciának az előadása, amikor az előadó arról szólt, hogy az élet reproduktum, vagy az élet létrehozása, prokreáció. Két latin szó. És arról beszélt, hogy valamikor ezt a latin szót használtuk a nemzésre, hogy prokreáció. Vagyis a kreációt értjük. Teremtés. Prokreáció az Istennel együtt teremtés. És észrevétlenül ezt a szót, hogy prokreáció az életfakasztás, lecseréltük egy másik latin szóra. Reprodukálás. Ma már az életet nem kreációnak tekintjük. Isten hanem produkciónak, reprodukciónak. És köszönő viszonyban nincs a két fogalom egymással. Amikor azt mondjuk, hogy az élet fakasztás, prokreáció, akkor kimondjuk azt, hogy mi az életnek nem letéteményesei vagyunk, forrásai, csak továbbadói. Az élet nem belőlünk fakad, csak élőből tud élet fakadni. A reprodukció a sokkal kevesebbet mond. Az élet csak produktum. És az előadó arról beszélt hosszasan, hogy ha az élet csak produktum, akkor az a döntő szempont, szükségem van rá, vagy nem, és ha nincs rá szükségem, akkor eldobom. Ebből a reproduktummá fokozása a nemzésnek ebből fakad, hogy hogyan könnyedén bánunk az élettel, akár a meg nem született élettel, akár az elangott élettel, az öreggel. Az eutanáziával kapcsolatosan. És mind a kettő mögé, akár az abortus, akár az eutanázia mögé, még belopjuk a szeretet ideológiáját, hozzátesszük, mire szülessen meg szegény, minek szenvedjen szegény. Az élet Istenhez tartozik, prokreáció, nem csupán reproduktum. És mert méltósága van, Istentől való méltósága, Isten adhatja és Isten veheti el itt kezdődik az élet tisztelete. Azért a jó néha ad próbákat egy, egy házasságban. Azok a házasságok, amelyek nagyon várják az életet, már tudják, hogy az élet szent, hogy az élet túlnő rajtunk, hogy kihez tartozik. Előttem egy kis házas pár, hogynek még egy gyermekük se volt, de magzati állapotban három vagy négy is egysorban elment. Közel hozta őket egymáshoz, és utána hét vagy nyolc gyerekes házaspár, és boldog szülők. Megtanulták szentnek tisztelni az életet. Már nem mondják azt a ostoba, vicces mondást, hogy csak csettítünk egyet, és ott az élet, csak ránézek a feleségemre, és már fogam. Nem az élet, az szent, Istenhez tartozó, tisztelni tartozunk. Minden élet Isten szentségét hordozza. Az élettel nem bánhatunk ötletszerűen, hanem ha az Isten adja, törekszünk arra, hogy méltó szívvel fogadjuk el. Hányszor is hányszor látunk házaspárokat, akik fölvállalják a beteg gyermeket, és sokszor el is mondják, hogy legtöbb szeretetet éppen attól a gyermektől kapják, akit nagy szeretettel, daunkorral vagy akárhogyan is fölnevelnek. Tegyünk azért, hogy az élet tisztelete növekedjék könyzetünkben, személyes beszélgetésekben, és kettőnk kapcsolatában is. Hosszan kéne erről beszélni, az élet szentségéről, ami fogalom úgy eltűnt. Az életet, mintha testészként kezelnénk, és megfeledkeznénk arról, hogy az élet az nem csak az anya joga világra hozni, vagy visszautasítani, hanem az élet, a megfogant életnek van személyes joga is. És ezt a védtelen életet akár születése előtt, akár elaggottan védenünk kell, Isten iránti tiszteletből. Érett házastársi kapcsolatokban gyakran hallom ezt a mondatot, úgy szeretném viszont látni egymást egy új életben, és milyen boldog egy házaspár, amikor a nagy szülők elkezdték kiosztani az éppen megszületett pici gyermeknek a testrészeit, hogy mi kihez hasonlít. És mind a kettő hozza magával abba a pici életbe a maga génjeit, és a nagyszülők próbálják fölismerni, beazonosítani, néha elfogultan, nagyon szubjektívan, hogy melyik vonása a gyereknek kire üt. Ebből is látszik, hogy amikor egy új élet fakad egy házasságban, akkor nem csak egy új élet keletkezik, hanem két ember kölcsönösen oda ajándékozza önmagát maradandóan egy elkövetkező életnek. És tovább élnek, él az a kettő gyermek, az megszerzett meg gyermek. Nagyon érdekes, emlékszem, hogy előadástól az előadó arról beszélt, hogy feleségével mentek, és egy karambol volt előttük, halálos baleset. És az asszony mondja a férjének, te mi történne a gyerekeinkkel, az belünk is ez történnék. És a férje azt mondta, hogy a mi szeretetünkkel tovább szeretnék egymást. Ez olyan szép, hogy, hogy az élet az tulajdonképpen nem csak egyszerűen reprodukciója a két szülőnek, hanem benne két szülő, mint egy megörökítik egymást. Amikor az élet fakasztásának akadályt hárítunk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk egymásnak, hogy én nem szeretlek annyira, hogy reprodukáld magadat általam. Az, két ember szeretete, önzés tulajdonképpen, önzés kettesben, az nem tükrözi Istennek a szeretetét. Tehát a teljes értékű házassághoz hozzátartoznék az élet felé való nyitottság. sokszor nem értjük az egyház gondolkodását. Miért ragaszkodik annyira, hogy természetes úton vigyázzuk az élet továbbadását. Tulajdonképpen az élet felé való nyitottsága a házasságnak, az egymás felé való nyitottság, az a házasságnak az erősítése és az élet visszautasítása valahol a mélyben egymás visszautasítását is jelenti. Nyilvánvaló, hogy vannak rendkívüli esetek, amikor a egyeztetve sok mindent meg lehet beszélni. Az egyház nem fafejű akar lenni, de akarja vigyázni egyszerre az életet, és egyszerre a házastársi egységet az életre nyitott egyesülések által. Egy kicsi pár perc gondolatmenetben nem fér bele több most erről. De nagyon fontos lenne, hogy lássuk, hogy az élet iránti érzékenysége az egyháznak. A házas életnek ez a, ez a szeretettel való Ápolása az egyház szemületében az egyszerre tiszteli az élet szentségét és a házastársi egységet.